Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit Vientianeből, Laosz fővárosából. Konkrétabban Laoszi Demokratikus Népköztársaság, tehát most egy kommunista országban vagyok, és a kormány, valamint az ország vezetése nyíltan fel is vállalja, hogy kommunista ország. Ez ritka, Észak-Koreáról, Vietnámról, Kínáról és Kubáról mondhatjuk még ezt el az egész világon. A Laoszi Népi Forradalmi Párt vezeti az országot, a párt főtitkára pedig abszolút teljhatalommal rendelkezik, tehát ő a legfelsőbb vezető. Az ország elnevezése egyébként a franciáktól jön, és 1893-ban a három laoszi királyság egyesült, viszont francia Indokína gyarmataként, tehát a franciák találták ki azt, hogy egyesítsék ezt a három laoszi királyságot, és mivel több mint 50%-a a lakosságnak, tehát ennek a térségnek a lakossága 50%-ban Lao nemzetiségű, ezért nevezték el a Lao népcsoportról, valamint a Lao nyelvről magát az országot. Viszont az az érdekes, hogy a másik 50%-ban 60 különböző nemzetiségű törzset, népet találhatunk meg, szóval eléggé sokszínű ez az ország. Helyi nyelven, tehát Lao nyelven Patet Lao, valamint Moeng Lao hívják az országot, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Laók országa. Most hát, hogy tudjátok kicsit betájolni, hogy konkrétan hol is van Laosz, most bevágok ide egy térkép másolatot, és megmutatom nektek, hogy konkrétan hol fekszik Laosz. Az egyetlen olyan ország, amelyiknek nincsen tengeri kikötője, Kambodzsa, Thaiföld, Vietnám, Myanmar és Kína a határos országok, és ezek közre is zárják Laoszt, tehát emiatt nincsen tengeri kikötője. Laosz történelme a 14. századra nyúlik vissza, amikor is Pha En Gum, egy Lao herceg megalapította Lang Sang nevezetű királyságot itt ezen a területen, miután családját és apját száműzték a Khmer birodalomból, szóval emiatt a száműzetés miatt végül is megalapult ez a királyság, amit Lang Sangnak hívtak, és nagyon gyors fejlődésnek indult, mind gazdaságilag, mind kulturális szempontból, ugyanis egy kereskedelmi útvonal központja is volt. Viszont belső konfliktusok alakultak ki a királyságon belül, emiatt három részre szakadt, három királyságra, melyet Luang Prabangnak, Vientiannak, valamint Champasaknak hívtak. Most hát ez a három királyság volt az, ami végül is francia Indokína gyarmata alatt egyesült és megkapta a Laosz nevet. A II. Világháború során a japánok elfoglalták Laoszt, 45-ben viszont kivonultak a világháború végén. Laosz végre egy kis időre független lett, viszont a franciák nagyon gyorsan újra gyarmatosították őket. Rá 4 évre, 1949-ben sikerült autonómiát elnyerniük a laosziaknak, és 1953-ban teljesen függetlenné váltak. Ekkor alkotmányos monarchiát vezettek be. Az alkotmányos monarchia azt jelenti, hogy írott vagy íratlan alkotmány szerint uralkodik a király. Az első laoszi király neve pedig Sisavang Vong volt. A 60-as években felkelések sora zavarta meg a rendet a laoszi királyságban. Ezek során a laoszi királyi hadsereg összecsapott az észak-vietnámi hadsereggel, valamint a Patet Lao-val. Ezek helyi kommunista gerillák voltak, akiket a Szovjetunió is támogatott. Nagyon fontos volt Laosz elfoglalása, ugyanis az észak-vietnámiak Dél-Vietnámmal harcoltak, valamint az amerikaiakkal, ez volt a vietnámi háború, és már 1958-ban sikerült Laosz bizonyos részeit elfoglalni, ugyanis fontos ellátási útvonal volt ez Észak-Vietnám számára, hogy így támogassák az észak és dél között zajló csatát. Az amerikaiak elkezdték bombázni Laosz azon területeit, ahol a Patet Lao uralkodott, tehát a kommunista gerillák. Hát ez azért volt számukra fontos, ugyanis Észak-Vietnám és Dél-Vietnám össze volt kötve Laoszon és Kambodzsán keresztül. Ezt nevezték az úgynevezett Ho Si Minh ösvénynek. Ho Si Minh észak-vietnámi elnökről volt elnevezve. Abszolút hihetetlen ez az ösvény, ugyanis a dzsungel mélyén lehetett kerékpárokkal, valamint teherautókkal közlekedni, és az észak-vietnámiak így tudtak küldeni Dél-Vietnámnak ellátás, valamint fegyvereket. Dél-vietnámi nemzeti felszabadítási front, ez volt a neve
az úgynevezett Vietcongoknak, hát így nevezték az amerikaiak. Szóval ezek a Vietcongok Dél-Vietnámban küzdöttek az amerikaiak ellen, és mindenképp szét akarták bombázni az amerikaiak ezt a laoszi részt. Úgy képzeljétek el, hogy 2,1 millió tonna bombát dobtak le az amerikaiak Laoszra. A New York Times azt írta, hogy ezzel Laosz a legbombázottabb ország lett, ugyanis, hogyha az egy főre eső bombák számát nézzük, akkor Laoszban minden egyes főre, minden egyes emberre pontosan egy tonna bomba jut. Nos hát ez abszolút hihetetlen, és azzal is összehasonlíthatjuk, hogy 2 millió bombát dobott le az Egyesült Államok az egész második világháború alatt Európára, és Laoszra pedig 2,1 millió tonna bombát, tehát többet dobott le pár év alatt Laoszra, mint a teljes világháború alatt Európába. És azt kihagytam, hogy ezzel Laosz a világtörténelem során a legbombázottabb ország egyfejre eső bombákat tekintve. Mai napig körülbelül 80 millió bomba és taposó akna van Laoszban, szóval ezek a bombák hatalmas földterületek megművelését teszik lehetetlenné, valamint körülbelül 50 laoszi ember veszti életét, vagy válik nyomorékká minden egyes évben. 1975-ben a Pathet Lao megdöntötte a királyi hatalmat, és Savang Vattana királyt lemondásra kényszerítette, így átnevezték az országot is Laoszi Demokratikus Népköztársasággá, szóval azóta, 75 óta kommunista, teljesen kommunista az ország, és egypártrendszert találhatunk itt. Azért a Pathet Lao valamilyen szinten félt attól, hogy visszaállítják a királyságot, szóval emiatt megengedték Vietnámnak, hogy hadseregét is itt állomásoztassa, szóval bent volt a vietnámi hadsereg ebben az időben, rá két évre, 77-ben pedig egy megállapodást is kötöttek erről, mely szerint vietnámi tanácsadók, valamint vietnámi katonák fognak állomásozni Laoszban, és ez a szerződés, ez a 77-es szerződés teljesen meghatározta Laosz külpolitikáját is. Az éghajlat Laoszban trópusi szavanna, monszun időszak is van, tehát május és október között ne gyertek ide, ugyanis rengeteget esik az eső, és ilyenkor áradások, valamint földcsuszamlások is vannak, valamint a dengi láz is előfordulhat. Szóval a turista szezon novembertől márciusig van, áprilisban is azért még ide lehet jönni, de azért november és április az, ami száraz időszaknak mondható, és általában turisták márciusig szoktak ide jönni. 1989 és 2016 között Kína volt a legnagyobb befektető, és pontosan 5 milliárd dollárt fektetett be ebben az időszakban. Laosz ásványi anyagokban gazdag ország, találtak itt már aranyat, cinket, rezet, ólmot és többféle más ásványi kincset is. 7,2 millióan laknak Laoszban, a hivatalos nyelv pedig a Lao, ami a Thai Kadai nyelvcsaládba tartozik. A nemzeti sport a Muay Lao, ami nagyon hasonlít a Muay Thaihoz. Most a fővárosban, Vientianban vagyok, ahol 950 ezeren élnek, ez az ország legnagyobb városa, majd el fogok látogatni Luang Prabangba is. Egyébként Laoszt a millió elefánt országának is hívják, legalábbis a 14. században ez volt az egyik beceneve. Maga Vientiane egy francia elnevezés, a Lao nyelvű Viang Changból jön konkrétan, ahol Viang azt jelenti, hogy egy fallal bekerített város, a Chang pedig a szanszkrit Chandana szóból jön, ami egy indiai fát jelent, ami szantálfa, sosem hallottam még ezelőtt erről a fáról, tehát konkrétan azt jelenti, hogy a szantálfa fallal körülvett városa. Nos hát ennyit az érdekességekről, remélem, hogy azért ezt is élveztétek. Kezdjük el a városnézést, és nézzük meg, hogy konkrétan a Vientiane és a laoszi kultúra hogyan is néz ki. Ez itt a laoszi zászló. Nagyon kedvesek egyébként a laosziak. Általában nem tudok angolul, de ettől függetlenül még mosolyognak. Bementem egy helyi étterembe, és nagyon kedvesen kiszolgáltak, pedig egy szót sem értettek angolul. Amit mondtam, hogy csak, hogy szup-szup, tehát kérek egy levest, úgyhogy ezt megértették, és kaptam még egy ingyen teát is, amit ki akartam fizetni, de nem engedték. Bementem egy üzletbe is simkártyát venni, hát ott sem tudtak túlságosan angolul, de volt egy táblázata a kiszolgáló eladó leánynak, és ez alapján ki tudtam választani, hogy 7 napra konkrétan mennyi gigabájtos simkártyát tudok választani, szóval
ez végül is rendben volt, ő is nagyon segítőkész volt. Aki tud egy kicsit angolul, az szívesen beszélget a turistával. Azt mesélte az egyik, hogy a laosziak nagyon szeretnek mindent lassan csinálni, és nagyon barátságosak. Ez kicsit kevésbé nyilvánult meg a reptéren, ugyanis minden biztonsági azt mondta nekem, hogy semmilyen busz nem vezet Vientiane repteréről a belvárosba. Ez persze nem felelt meg annak a ténynek, amit én neten előtte megtaláltam, rákerestem, szóval végül is térképpel sikerült megtalálnom a buszmegállót. Ki kellett gyalogolni a fél kilométert a reptérről, és erről be is vágok nektek egy videót, hogy milyen érdekes busszal jöttem be. De előtte még azt akartam mondani, hogy tényleg a security-sek, a biztonságiak meg akartak győzni, hogy csak is taxival lehet bevenni. Hát valószínűleg védték a taxisoknak az érdekeit. Utazási tanácsként azt szerettem volna még hozzátenni, hogy érdemes amerikai dollárt magatokkal hoznatok, és ezt majd átváltani a helyi valutára, vagyis a laoszi kipre. Ugyanis hát netten eléggé ellentmondásos információkat találhat az ember, és én is eléggé félre voltam vezetve, ugyanis hogyha beírjátok Google-be, hogy milyen pénznemeket fogadnak el, akkor egyből egy olyan válasz jön, hogy amerikai dollárt mindenütt elfogadnak, sőt még tajföldi baktot is. Nos, hát ez nem igaz, mert amikor megérkeztem, akkor csak a szupermarketben fogadták el, de ott is elég rossz átváltási rátával. A másik lehetőség az az, hogy bankautomatából felvenni pénzt. Nos, hát erre is van egy kis ráfizetés. Nem annyira vészes mondjuk, mint Tajföldön, szóval ezt is meg lehet próbálni, de az átváltási ráta az automatákban sem valami jó, szóval inkább a legjobb megoldás az, hogyha dollárt hoz magával az ember, és ezt egy pénzváltóban vagy egy bankban átváltja. A város védő szellemének temploma, a Wat Sie Muang, itt található egy nagyon érdekes oszlop, ami több mint 1000 éves, és a helyiek úgy tartják, hogy ebben az oszlopban lakozik ez a szellem, a Lak Moyang. E köré, az oszlop köré építettek egy hatalmas templomot, ami 1828-ban leégett, szóval 1915-ben újra kellett építeni, és csak is egy Buddha szobor élte túl ezt a hatalmas tűzvészt. Szóval ennek van egy legendája, háromszor kell párnával efelé, a Buddha felé suhintani, és a megválaszolatlan kérdéseket majd meg fogja válaszolni, valamint hozzá is intézhetünk valamilyen persze nem tisztátalan kérést, és ezt teljesíteni fogja. Persze ehhez adományt is kell vinni a Buddha szobornak, ami lehet zöld kókusz, banán, vagy akár tömjén, vagy gyertya is. A felsorolt négy közül általában kettőt visznek a helyiek, és ezután a Buddha teljesíteni fogja a kérésüket, vagy megválaszolja a dilemmájukat. Ezt fogjuk majd megnézni, van egy smaragd Buddha szobor is bent, és megnézzük ezt a Lak Moyang nevezetű régi oszlopot is, amiben a város szelleme lakozik. Ez itt a szim, vagyis a gyülekezési terem. Terem. Ez itt a smaragd Buddha. Találhatjuk középen begújulálva a Lak Moyangot, vagyis a város oszlopát. Feltetőleg 1000 éves. És még a Khmer időszakból van meg. Rengeteg Buddha szobrot tettek elé.
látta egy nagyon érdekes dolgot, a buddhista szerzetes megáldotta az egyik házaspár autóját. Talán ez még nem is olyan érdekes számunkra, nem annyira különleges, de aztán beszállt a kocsiba és háromszor dudált is. Tipikus délkelet-ázsiai kábel-bábel, hihetetlen, ilyeneket lehet látni Vietnámban, Kambodzsában és Tajföldön is. Egyszerűen nem tudom, hogy mire kell ennyi kábel, valószínűleg mindenkinek megvan a saját kis kábelje. Ez is nagyon szép szentély, nincs rajta a listámon, csak így véletlenül bukkantam rá. A térkép úgy hívja, hogy City Pillar Shrine. Tehát a város oszlopnak a szentélye,
de hát már a másik is az volt, úgyhogy lehet, hogy a térkép téved, mert a Wat Si Muangba őrzik azt a régi várososzlopot, amit meg is néztünk. Belenni nem lehet, zárva van, ettől függetlenül kívülről is gyönyörű megcsodálni. A híres Mekong folyó partján vagyunk, ami azért is érdekes, mert ez képezi Laosz határát. Ott a túlsó parton már Tájföldet láthatjátok. Abszolút hihetetlen. És hát gondoltam arra, hogy itt a folyó partján kezdek neki a vlogozásnak, és ott készítem el a bevezetőt, de hát hogyha hirtelen előugrik egy krokodil, akkor lehet, hogy nem a legjobb döntése az életemnek, úgyhogy inkább más helyszínt választottam ehhez. Kicsit pocsolyásabbra tippeltem a Mekong folyót, de hát most nem is voltak nagy esőzések, és november és március között van a száraz évszak, szóval emiatt nincs a folyó kiöntve. Patuxai győzelmi emlékművet láthatjátok mögöttem, Laosz egyik legfőbb látványossága, Patuxai Victory Monument, 1957 és 68 között épült meg. A laosziak ezzel ünnepelték meg, hogy felszabadultak a franciák uralma alól, és most már nem gyarmat állam, hanem független. Érdekes ezzel a történettel kapcsolatban az, hogy az amerikaiaktól kaptak egy hatalmas összeget a laosziak, hogy építsenek egy repteret, viszont ők ebből a pénzből inkább ezt a hatalmas emlékművet húzták fel, és 63 millió laoszi kipbe került akkoriban, ami mostani árfolyamra átszámítva csupán 4000 euró, de hát az 50-es években el tudjuk képzelni azért egy ilyen hatalmas emlékmű milyen drága lehetett. Ezért sokan azzal csúfolták a laosziakat, hogy egy ilyen függőleges kifutó pályát építettek meg, tehát ez egy ilyen beceneve lett ennek az emlékműnek. Nagyon érdekes az, hogy laoszi tipikus építészeti stílusban készült el ez az emlékmű, viszont hindu érdekes mitológiai figurákat is építettek hozzá és terveztek meg. Reméljük, hogy fel lehet menni majd a tetőre is, ez még eldől. A kutatásaim alapján ki kell fizetni 3000 laoszi kipet, és akkor ez kivitelezhető. Bizonyára jó lesz a kilátás, ugyanis innen a Victory Monumenttől egy sugárút vezet a diktátor palotájához, amit természetesen nem szabad meglátogatni, nyilván egy privát rezidenciáról beszélünk. Igen, ha már a laoszi kipnél tartunk, tényleg abszolút érdekes pénz, nem? 100 ezer laoszi kip 28 lej körülbelül, olyan 2100 forint. Szóval elég nehéz átszámolni általában a dolgokat, és nagyon olcsó ez az ország, ugyanis általában mindig olyan 20 ezer kipből szoktam ebédelni, ennyibe kerül például egy rizstészta leves, de akár egy főétel is, egy valamilyen sült, rizses, csirkés, vagy bármilyen étel, vagy esetleg egy laoszi helyi specialitás, és olyan 30 ezer kipbe kerül, tehát meg kell szorozni, hát ez a 10 ezer kip az 2,80-bani, tehát hogyha azt megszorozom kettővel, tényleg abszolút nagyon olcsó ételek vannak, itt ilyen 500 forintból meg lehet kajálni, és akár még egy sör is belefér, akkor 700 forint, tehát olyan 10 lejbe kerül egy szinte eszemiszom, ez nagyon érdekes, de hát sajnos egy szegény országról beszélünk, szóval ez a pénzügyeket is meghatározza. Persze vannak azért kissé puccosabb éttermek is, hogy úgy mondjam, ahol akár németországi árakon is lehet ebédelni, vacsorázni, valamint lehet
ugyanúgy ilyen fancy koktélokat inni, akár 4-5 euró árban is, persze ilyeneket is lehet itt találni, akár a Mekong folyó partján, szóval hogyha valaki inkább ilyen sokkal elegánsabb helyre vágyik, akkor ezt a körzetet, ezt a részét ajánlom Vientianenek, tehát a Mekong folyó partján. A párizsi Arc de Triomphe mintájára készült ez az épület, és ezért a Vientiane győzelmi kapujának is hívják, tehát Vientiane Arc de Triomphe-nak is. Bocsánat a rossz francia kiejtés miatt. Sajnos arról még nincsen vlog. Mikor Párizsban jártam ezelőtt 9 évvel, akkor még nem foglalkoztam ilyesmivel. Abszolút gyönyörű épület. A földszinten, tehát a győzelmi kapu tövében különböző árusokat találunk, de hát ez abszolút megszokott, hogy az ilyen turista látványosságok körül gyűlnek. Sajnos le van zárva a lépcső, nem lehet felmenni, úgyhogy most kimarad a jó kilátás. Öt tornya van az emlékűnek, ebből a szögből nem láthatjuk jól, ahhoz fel kellene menni a tetőre, talán ott látszik egy kicsit a hegye bal oldalt, valamint jobb oldalt. Ez az öt torony az öt buddhista elvet szimbolizálja. Azok a következők: átgondolt kedvesség, rugalmasság, őszinteség, becsület és jólét. A műemlék mellett található a Patuxai Park. Ha szeretné egy kicsit leülni egy lócára itt a zöldövezetbe, annak ajánlom. Van egy kis büfé is, itt lehet frissítőt beszerezni, ami egyébként eléggé fontos ebben a hőségben. Azt gondoltam, hogy novemberben nem lesz olyan meleg, de hát tévedtem. Ja, 27 fok van csak, de lehet az is bele számít, hogy 3-4 fokból jöttem el. Hogy van egy ilyen hasonló Kambodzsában is.
A Pat Tat Luang templom, a Lao nemzeti érzések és a buddhizmus szimbóluma, mindjárt elmondom, hogy miért. Már a 3. században indiai szerzetesek itt egy stupát építettek meg, ez a stupa, mögöttem látható ilyen csúcsos torony, és elhozták ide Buddha kulcscsontját, mellcsontját, ezt a relikviát helyezték el a stupában, és itt őrizték évszázadokon keresztül. Aztán a 13. században a kmerek itt egy nagyobb templomot építettek, de ez aztán később romlásnak indult, nem törődtek eleget vele. Úgyhogy a 16. században, 1566-ban Szettáhirát király volt, aki újjáépítette ezt a templomot, viszont az 1828-as tajföldi invázió során, hát tajföldinek mondom, de akkoriban Siamnak hívták Tajföldet, tehát a tajak teljesen lerombolták ezt a templomot. Aztán a 20. század elején a franciák, tehát a gyarmatosítók annyira foglalkoztak a helyiekkel, ennyit azért meg kell engedni nekik, be kell vallani, hogy azért ez egy szép gesztus volt. Újjáépítették a templomot, méghozzá Louis Delaport felfedező rajzai alapján, viszont ez a rekonstrukció laosziak szerint nem volt teljesen megfelelő, szóval a 30-as években újabb renoválások történtek, ami sajnos nem volt egy jó ötlet, ugyanis a tajföldiek újra egy légitámadás során teljesen megsemmisítették ezt a templomot. Rengetegszer a tajföldiek lerombolták ezt a templomot, mégis sikerült újjáépíteni ezt, szóval ez egy nagyon fontos nemzeti szimbólum ebből a szempontból. Mögöttem látható stupának a hegye színarany, de egyébként csak arany színűre van befestve. Menjünk be és nézzük meg a templomot, ez tényleg Laos egyik legfőbb látványossága. Lótuszvirág. XVII. Századbeli Buddha. Thank you.
az aranyozott stupa így körbe van kerítve. Viszont körülötte is találhatunk gyönyörű templomokat. Például ezt. Ezekből is bemutatok nektek párat. Abszolút gyönyörű ország Laos, nagyon tetszik egyenlőre. Hatalmas fekvő Buddha. Vientián legrégebbi templomát fogjuk megnézni, a Wat Sisaketet, ami 1819 és 1824 között épült, méghozzá Vientián királyság utolsó uralkodója által, akit úgy hívtak, hogy Chao Anu. Sajnos a mögöttem látható főtemplomban, amit Simnek hívnak, nem volt szabad videózni, ugyanis egy 13. századbeli Khmer időszakból fennmaradó Buddha szobor található bent, amit Naga Buddhának is hívnak, ugyanis ez a Buddha egy kobra istenségen ül, és ezt a kobra istenséget hívják Nagának. Emellett vannak gyönyörű több száz éves falrajzok is, amik szintén nagyon gyönyörűek. Nos, hát ezeket csak információként mondom nektek, szóval nem tudom megmutatni. Tényleg árus szemekkel figyelték, hogy ne fotózzak, ne videózzak, de hogyha itt jártak, akkor érdemes megnézni és bemenni, mert tényleg szépek ezek, főleg a falrajzok, ezért érdemes bemenni ebbe a fő gyülekező helyre, tehát a fő templom épületébe.
200 éves Buddha szobrokat találhatunk. Egyes szobrok az 1828-as Lao felkelés során megsérültek, eltörtek, és ezek elég jó formában vannak, azért van pár repedés rajtuk. És itt a résekben vannak még több kicsi buthák, itt aztán tényleg van pár, amelyiknek nincsen feje. Laosz egyik legfontosabb temploma a Wat Ong Teu, ugyanis már a 16. században volt itt egy templom, melynek építését még Szettahirát király rendelte el, viszont a Siam elleni harcokban ez teljesen megsemmisült. Emellett pedig már azt is bebizonyították a történészek, hogy a 3. században is volt itt valamilyen szentély, tehát vallásos ceremóniákra használták pontosan ezt a helyet. Ezek mellett pedig egész Laoszból küldenek ide szerzetes növendékeket, tehát itt egy szerzetes képezde is van, emiatt is nagyon fontos ez a templom. Szóval itt tanulják a buddhista szerzetesek a Dhammát, a Dhamma, a Buddha tanításai. Templom bejárata is nagyon impozáns ezzel a két nagy elefánttal itt. Ez a laoszi nemzeti kultúrháza,
ami színházként is üzemel, néha pedig zenés, táncos előadásokat is tartanak itt, de mindezeket először is a laoszi kormány, kommunista párt el kell fogadja. Vietnámi laoszi testvériség emlékplakátja, és itt ki van téve a vietnámi zászló is a laoszi mellett. Ez a felszentelt szív temploma még a francia gyarmatkorabeli időkből maradt fent. 1928-ban építették, az is ki van írva, hogy Sacré-Cœur. Hát sajnos be van zárva, szóval nem tudunk bemenni, de nem tűnik úgy, hogy nagyon érdekes lenne. Egyszerű európai stílusú katolikus templom. Érdemes ellátogatni Vientiane éjszakai piacára, a Night Marketbe, főleg azoknak, akik imádnak alkudozni, vásárolni, mindenfélét lehet itt találni, főleg ruhákat, de van egy street food övezete is, ahol helyi ételeket is kipróbálhat az ember. A Wat Mik Sai nem különösképpen említésre méltó templom, talán a két őrző groteszk figura miatt. Ezeket óriásoknak hívják. Hát ilyen alapon én is az vagyok, ugyanis körülbelül olyan 2 méteresek, én meg 1,94 vagyok. Szóval a Wat Mik Sait kihagyhatjátok, viszont én azért raktam ezt bele, mert pontosan a szállásom mellett van 10 méterre, szóval gondoltam ezeket az érdekes pofákat még berakom itt a vlog vége fele. Azért a kapu is csodásan díszített. Azt kifelejtettem mondani, hogy a két őrző óriásnak neve is van, ezeket úgy hívják, hogy Nyak. Hát itt lakik Laosz elnöke, ez a Presidential Palace, nem szabad sem fotózni, sem videózni, szóval egyszerűen csak így bevágtam nektek ezt a titkos fotót, amit sikerült így gyorsan elkészítenem. Ez volt tehát a teljes úti film Vientianról, remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha ez így van, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha ezt még nem tettétek meg. Nagyon fontos megnyomni a csengő gombot, úgyhogy biztos értesültök majd az új tartalmakról. Legyen szép napotok, sziasztok!